Üdvözöllek a csatornámon, ma a Home Assistant az LG WebOS platformot fogom bemutatni. Az LG TV-t a Home Assistant felfedezi, ha ez nem történne meg, hozzáadhatjuk az integrációkon keresztül, keressük ki az LG integrációt, azon belül pedig válasszuk ki a WebOS Smart TV-t. Meg kell adni TV-nk IP címét, amit a TV-ből tudunk kiolvasni, vagy pedig a routerunkba tudjuk megnézni. Ezután egy párosítási kérelmet kell küldenünk a TV-nek, amit a TV-n jóvá is kell hagynunk. Ha a TV-n ezt jóvá hagytuk, akkor az integrációnál meg kell adnunk, hogy a TV mely területen helyezkedik el, majd konfigurálni tudjuk az eszközünket. A konfiguráció annyiból áll, hogy megadhatjuk, hogy milyen forrásokat használjon a TV. Ezzel elkészült az integráció, megnézhetjük az eszközünket, majd hozzáadhatjuk a kezelő felülethez, ehhez a rendszer javasol is egy kártyát. Ha ezt hozzáadtuk a felületünkhöz, akkor ha kék színű a kártya, akkor üzemel a TV. Nem sok mindent tudunk állítani, kiválaszthatjuk a forrásokat, a hangerőt tudjuk változtatni, illetve kikapcsolni tudjuk a TV-t. Mást nem tudunk a TV-n állítani, kikapcsolt állapotban a TV-t sajnos bekapcsolni se tudjuk. Megnézzük a három pontra kattintva, hogy milyen beállítási lehetőségeink vannak, az eszközök információkat kiválasztva lehet látni, hogy nem tudjuk bekapcsolni a TV-t. Automatizmusokban vannak olyan állapotok, amivel lehet automatizmusokat létrehozni, de igazán vezérelni nem tudjuk a TV-t. A TV-t úgy tudjuk bekapcsolni, hogyha a vékonyan platformot hozzáadjuk a konfigurációs fájlhoz. Ezt nagyon egyszerűen létre tudjuk hozni, egy új sorba másoljátok be a videó leírásába lévő egyszerű kis parancsot. Ha ezt megtettük, mentsük le a konfigurációs fájlt, majd ha lementettük, akkor a Home Assistant rendszerünket újra kell indítanunk. Újraindítás előtt mindig ellenőrizzük a konfigurációt, nehogy gond legyen ebből, majd indítsuk újra a rendszert. A bal alsó sarokban látjuk folyamatosan, hogy milyen állapotban van az újraindítás. Ha ez megtörtént, akkor létre tudunk hozni skripteket, és a skriptekkel tudjuk majd a felhasználói felületről irányítani a TV-t. A skripteknek a programját a videó leírásába találjátok, tehát YAML formátumba be tudjátok másolni, és az első skriptnél, a bekapcsolásnál cseréljétek majd le a MAC címét a TV-teknek. A második skript az a TV-n egy csatornaváltást fog létrehozni. A csatorna nevét a TV elnevezésének megfelelően kell beállítani, és ha ezt elmentettétek, akkor létrejött a második script is. A harmadik scripttel a TV-n a webmészőt fogjuk tudni megfuttatni, és meg tudjuk adni azt a címet is, amit a webböngésző meg fog nyitni, és itt adjuk meg a Home Assistantunknak a webszerverének a címét. A negyedik scriptet csak a demonstráció kedvéért hozom létre, ahol szintén megadok egy csatorna nevet, hogy egy csatornát tudjak váltani. Tehát megvan a négy scriptünk, amivel megnézzük, hogy a TV-t miket lehet irányítani. Ezt úgy tudjuk létrehozni, hogy az irányító pulthoz hozzáadunk egy kártyát. Én entitások szerint fogom ezt most hozzáadni, tehát kiválasztom a négy scriptet, amit az előbb írtunk, és a scripteknél, kiválasztottuk a scripteket, a tovább gombra kattintva létre tudjuk, a rendszer felajánl egy kártyát. Most én ezt el is fogadom az egyszerűség kedvéért, és ezzel hozzáadtam a felhasználói felülethez. A Home Assistantot a telefonon keresztül érem el, és ahogyan látjátok, ahogyan rákattintok a felkapcsolás scriptre, linkre a TV-en indult. A négy script közül az RTL Klubra, hogyha rákattintok, akkor a TV átvált az RTL Klub csatornára. Ahogy megnyomom a TV 2 linkjét, a TV átvált a TV 2-es csatornájára. Az utolsó scriptünk a webbrowser, ahogyan rákattintok, lehet látni, hogy a TV elindítja a webbrowsert. Ahogy ez elindult, kéri a
Home Assistant-ba a felhasználó nevünket, jelszavunkat, ha ezt megadtuk, akkor a Home Assistant elindult. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett, iratkozz fel a csatornámra!